Szeretettel üdvözlök mindenkit. És akkor belevágnánk a következő témánkba, ami egyben egy új témakör a témazáró dolgozat után. Ez pedig nem más, mint a két világháború közötti időszak. Tehát az idő, amiben most mozogni fogunk, mind egyetemes, mind magyar történelemben, az 1920 és 1939 közötti időszakot öleli fel. És akkor a mai óraanyagában nézzük meg, hogy hogyan alakultak 1920 és hát nagyjából 30 között a diplomácia és a gazdasági viszonyok az első világháború után. A tankönyvben a vonatkozó részeket a 47. és az 51. oldalak között találhatjátok, az atlaszban pedig a 90. oldali térképet tudjuk használni. No, vágjunk is bele. Itt először a főbb diplomáciai csomópontokat fogjuk megvizsgálni, és aztán áttérünk a gazdasági változásokra. Általános jellemzője a korszaknak, hogy nagyjából a békeszerződések megkötése után, hát egyes országok esetében már 1920-tól, de a 20-as évek első harmadától kezdve megfigyelhető a diplomáciában az enyhülés és az egymással való kapcsolatfelvétel. Megbeszéltük még a trianoni békeszerződés kapcsán, hogy az kifejezetten az osztrák-magyar monarchia utódállamaira volt jellemző, hogy nem igazán keresték egymással a diplomáciai és a gazdasági kapcsolatot, hiszen ugye törekedtek az országok a protekcionista gazdaság politikára, illetve a protekcionista gazdaság működésre. Na most, azért nyilvánvalóan elég hamar látszódni fog, hogy ez nem fog minden esetben működni, éppen ezért a 20-as évek első harmadától kezdve, de legkésőbb a közepétől kezdve, a korábban egymással ellenséges viszonyt ápoló államok szép lassan, még hogyha nagyon óvatosan is, de fölveszik egymással a diplomáciai kapcsolatot. Most ennek a diplomáciai kapcsolatrendszernek a fontosabb csomópontjait fogjuk áttekinteni. Az első pont az igazából nem is kapcsolatfelvétel, mert ez a győztesek oldalán jelent meg. Ez egy szövetségi rendszernek a kiépítéséről szól, amit úgy nevezünk, hogy a Kisantant. A Kisantantot 1921-ben hozták létre, a franciák kezdeményezésére, és hogy a térképen is látjátok, ez három közép-európai, közép-kelet-európai ország szövetsége. Melyik ez a három ország? Soroljuk föl őket. Így van, nagyon jól összeszedtétek. A három ország az Csehszlovákia, Románia és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság. No, akkor rögzítsük is ezeket, amiket eddig megbeszéltünk. Tehát a Kisantantot 1921-ben hozták létre Franciaország kezdeményezésére, és ezt három ország szövetsége, nevesint Csehszlovákia, Románia és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság szövetsége. 8. Tehát nem önmaguktól kötöttek szövetséget, hanem a franciák kezdeményezésére. Lényegében a franciák diplomáciai tekintélyének köszönhetően jött létre ez a szövetség, azonban magának a szövetségnek a célja az, hát elég fontos volt ennek a három útudámnak az esetében, ugyanis a fő cél az az volt, hogy Magyarország haterrevízióját megakadályozzák. Tehát, hogyha Magyarország bármilyen módon, főként ugye katonai módon fellépett volna a trianoni békeszerződésben meghatározott határok ellen, és megpróbálta volna a határait kiterjeszteni, akkor a Kisantantnak lett volna a feladata, hogy ezt megakadályozza. Emellett persze a Kisantantnak még volt egy fontosabb célkitűzése, talán emlékeztek a Versailles-Washingtoni békerendszerből, hogy Franciaországnak fontos célja volt az, hogy Németországot is úgymond sakkban tartsa a keleti határokon, hiszen nyugaton ők a franciák ezt megtehették, de ugye keletről nem volt semmi ellenfél, de most a Kisantantnak szánták a franciák ezt a vezető szerepet, tehát hogyha a németek esetleg elkezdtek volna mocorogni, akkor a Kisantantnak egységes katonai fellépést kellett volna biztosítani a Németországgal szemben. Jó, tehát ennyit kell tudni a Kisantantról. Még egyszer összegezve, 1921-ben hozták létre francia kezdeményezésre, három ország, Csehszlovákia, Románia és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság szövetsége, és elsődleges célja a magyarok határrevíziójának a megakadályozása, de emellett még ugye a németekkel szemben is fel kellett volna lépniük, hogyha a németek szintén fellépnek a Versailles békében meghatározott határokkal szemben, illetve, hogyha emlékeztek, akkor szó volt még arról is, hogy ha esetleg az oroszoknál a bolsevik világforradalom szele lángra kap, akkor
ugye a bolsevikokat is meg kéne állítaniuk keletről. Na most ebben milyen szerepük lesz, vagy milyen szerep lesz a kisantantnak, azt inkább ne firtassuk. Igazából ez a bolsevik világforradalom, majd látni fogjuk a Szovjetunió létrejötténél, nem fog megvalósulni, és ezt Leninék is elég hamar belátják, majd a 20-as évek elején. A kisantantról ennyit kell tudni egyelőre. A következő diplomáciai csomópontunk az érdekes módon pont a Szovjet-Oroszországhoz és Németországhoz köthető, ugyanis 1922-ben Rapallóban egy kölcsönös gazdasági szerződést kötött ez a két ország egymással. Miért volt fontos ez? Hát azért, mert ugye Oroszország, illetve Szovjet-Oroszország most már ugye 1918 és 22 között az ország hivatalos neve Szovjet-Oroszország, tehát Szovjet-Oroszország köszönhetően a bolsevik vezetésnek diplomáciailag eléggé elszigetelődött. Remélem emlékeztek rá, hogy többek között pont a bolsevik kormányzat miatt nem hívták meg őket a Párizs környéki béketárgyalásokra, és ugye ez a helyzet a későbbiekben is fennáll. Beszéltünk róla nagyon-nagyon szőrmentén, hogy mikor Leninék átveszik a hatalmat, 1918-ban kitör egy polgárháború Oroszországban, és ugye ezt a polgárháborút az antant erők, de főleg a britek és a franciák is erőteljesen megtámogatják, hogy megdöntsék a bolsevik kormányzatot. Tehát ebből is látszik, hogy a bolsevikoknak nem nagyon van diplomáciai támogatottsága, Németország pedig a vesztes szerepéből fakadóan nem élvez túlzott diplomáciai támogatottságot Európa nagyhatalmai körében. Úgyhogy igazából ezek a külpolitikai tényezők voltak azok, amelyek Szovjet-Oroszországot és Németországot hát egymás mellé sodorták, és ez a gazdasági szerződés arra volt nagyon jó, hogy mindkét ország ki tudott lépni a diplomáciai elszigeteltségéből. Hiszen, hogyha másokkal nem is, legalább egymással fölvették a diplomáciai kapcsolatot, és különböző nyersanyagok, illetve késztermékek cseréjében, adásvételében sikerült megegyezniük. Ezáltal ugye elkezdődött már egyfajta enyhülés, hiszen ne felejtsük el, hogy az első világháború alatt Németország és Oroszország pont egymással szemben álló felek voltak. Jó, tehát ennyit kell tudni az 1922-es Rapallói szerződésről, ez egy gazdasági szerződés Szovjet-Oroszország és Németország között, és arra volt jó mindkét országnak, hogy a diplomáciai elszigeteltséget megszüntették ezzel. A következő fontosabb diplomáciai csomópontunk az 1925-ös Locarnói szerződés. Na most ebben a szerződésben a nyugat-európai nagyhatalmak és Németország kötnek egy egyezséget, ez pedig arról szól, hogy Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország és Belgium garantálják Németország nyugati határát. Ez azt jelenti, hogy azt a határt, amit meghúztak nyugaton a Versailles békében, azt nem fogják bolygatni, tehát nem nyúlnak hozzá. Ugye ennek az egyik következménye, legalábbis a nyugati nagyhatalmak reménye szerint az lett volna, hogyha a németek terjeszkedni akarnának mégis, akkor azt inkább kelet felé fogják terelni. Hiszen, hogyha nyugati hatalmak garantálják, hogy nem fogják a német határokat piszkálni nyugaton, akkor ha a németek mégis terjeszkedni akarnának, akkor inkább induljanak el kelet felé. Ugye, miért pont kelet felé? Van-e valakinek ötlete? Nagyon jó, így van. Ugye keleten ott vannak a szovjet oroszok, és ugye az ellentétes ideológia miatt abban bíztak, hogyha az oroszok megindulnának, vagy hogyha az a gazdasági szerződés, amit 1922-ben megkötöttek egymással a németek és az oroszok nem működne, akkor a németek a kommunista ideológia miatt hát inkább kelet felé indulnak el, és arra felé terjeszkednek. Ez volt az egyik tartalma a Locarnói szerződésnek. A másik pontja, ami szintén fontos volt, hogy ezért cserébe Németország továbbra is garantálta a Rajna-vidék demilitarizáltságát. Ez ugye azt jelenti, hogy fegyveres csapatok nem állomásozhatnak a Rajna-vidéken, ami Németország egyik fontos ipari centruma, de ugye a demilitarizáltság azt is jelenti a fegyveres haderők állomásoztatásának tilalma mellett, hogy fegyvergyárakat sem létesítenek ezen a területen. És emellett a Locarnói szerződésnek még volt egy olyan pontja, hogy Franciaország, Csehszlovákia és Lengyelország, hát tartva attól, hogy Németország esetlegesen támadásra készülne, ugye egy kölcsönös segítségnyújtási egyezményt írtak alá, hogyha valamelyik felet, tehát vagy a franciákat, vagy a csehszlovákokat, vagy a lengyeleket megtámadják a németek, akkor a másik két fél megsegíti a megtámadott országot.
Ugye végig arról beszéltem, hogy ennek az egész locarnói szerződésnek az egyik célja az, hogy a németek revansvágyát kicsit tompítsa, illetve ha már megpróbálnak elkezdeni hódítani, akkor ezt kelet felé tereljék. De adódik a kérdés, hogy miért tartanak attól, hogy Németország fegyverkezne, illetve bármilyen katonai akcióra szánná el magát. Hiszen megtanultuk, hogy Németország elvesztette az első világháborút, tehát vesztes volt. Akkor mégis miért tartanak a nagyhatalmak attól, hogy egy vesztes, legyőzött ország katonai akcióra szánja el magát? Na, örülök, hogy emlékeztek rá. Ugye ennek az volt, pontosan az volt az oka, amit mondhatok, hogy Németország, annak ellenére, hogy megalázták, területeket vettek el tőle, a Versailles békében valamint egy hatalmas összegű jóvátétel kifizetésére kötelezték, alapvetően még mindig potenciális nagyhatalomnak számított. Tehát teljesen és véglegesen nem sikerült legyengíteni, mint ahogy azt a franciák szerették volna. Tehát ez a motiváció, főként a franciák részéről abban, hogy megkössék ezt az egész locarnói szerződést. A következő pontja ennek a diplomáciai enyhülésnek szintén nagyon látványos volt, ez pedig az, hogy 1926-ban Németországot felvették a Népszövetségbe. Ja, visszaemlékeztek, beszéltünk róla az egyes békeszerződések kapcsán, hogy mindegyik békeszerződés tartalmazta a Nemzetek Szövetségének alapító okmányát és szabályzatát, ugye ezt a veszteseknek kötelezően el kellett fogadnia, de maga a felvétel az nem minden ország esetében történt meg automatikusan. Ugye ez egy diplomáciai enyhülés volt, hogy Németországot fölvették abba a nemzetközi szervezetbe, amelyiknek a feladata a béke és a biztonság garantálása a világon, és hogyha az országoknak vitás ügyeik vannak, akkor az diplomáciai eszközökkel intézik el, ne pedig fegyverrel. Az utolsó diplomáciai csomópontunk ebben a korszakban az az úgynevezett Kellogg-Bryan paktum 1928-ban. Kellogg és Bryan egy-egy személy volt, akikről elnevezték ezt a paktumot. Az egyik az Frank B. Kellogg, ő az amerikai külügyminiszter, a másik pedig Aristide Bryan, francia külügyminiszter volt. A paktumnak az a lényege, itt láthattok egy fényképet az aláírásról, éppen Bryan az, aki aláírja a szerződést, tehát ugye Bryan a francia külügyminiszter, és ennek a paktumnak a lényege az, ez picit hosszú lesz majd, hogy hagyok egy kis időt, hogy leírjátok, hogy az Egyesült Államok és Franciaország kezdeményezi, és mindazon országok, akik aláírják ezt a szerződést, azok egy az egybe elítélik a háborút, és vállalják, hogy a konfliktusaikat békés úton, többek között a Népszövetség közvetítésével fogják rendezni. Ez egy kicsit én úgy gondolom, hogy álszent vállalás volt, mert azért majd látni fogjuk, főleg itt ugye ez már 20-as évek vége, hogy megyünk át a 30-as évekbe, hogy azért lesznek jószerivel konfliktusok, és látni is fogjuk azt, hogy ezen diplomáciai konfliktusok kapcsán a Népszövetség nem fogja tudni ellátni a funkciát. Tehát pont azt, amiért létrehozták, azt nem tudja megvalósítani, és igazából súlytalanná fog válni. Na, ennyit kellene tudni a diplomáciai csomópontokra és a diplomácia alakulása az 1920-as években. Akkor térjünk át a gazdasági változásokra. Tehát nézzük a gazdaságot. Na most az első meglepő mondatom az lesz, de talán ezzel ti is egyetértetek, hogyha végig gondoljátok mindazt, amit eddig beszéltünk az első világháború gazdasági hatásairól, hogy a győztesek számára gazdasági értelemben a világháború totális vereséget jelentett. Ez alól egy kivételünk lesz majd egy győztes állam, de azért ebbe az is beletársul, hogy ennek a győztes államnak a területén nem zajlott háború, illetve ez a győztes állam viszonylag későn, 1917-ben lépett be a háborúba. Ugye alapvetően azért jelentett vereséget, mert háborús időben mindig ugye hadigazdaságra állnak át. Ha visszaemlékeztek, a hadigazdaság fogalma azt jelenti, hogy egy olyan gazdálkodási állapotot vezetnek be a hadviselő országokban, amikor a termelés minden elemét a háborúnak, illetve a hadsereg igényeinek rendelik alá. Ez ugye azt jelenti a gyakorlatban, hogy elsősorban ugye fegyvereket gyártanak, lőszereket gyártanak, az élelmiszer termelés az ugye elsősorban a hadsereget hivatott ellátni. Ugye ennek kapcsán idővel a hátországban egy rendszert vezetnek be, ami azt jelenti,
hogy egyre kapnak élelmiszert az emberek, az árakat befagyasztják, és ugye ez elég komoly problémát okoz a gazdaságban. Na most miután véget ért a háború, ugye a győztes államoknak, ugyanúgy mint a veszteseknek, a hadigazdaságról vissza kell térnie a normális gazdasági életre. Ez azonban két problémát hoz maga után. Az egyik, hogy hirtelen nem lesz szükség annyi munkaerőre, mint korábban, hiszen ugye most már nem kell minden áron fegyvert gyártani, illetve a hadsereget ellátni, éppen ezért megnövekszik a munkanélküliek száma. A másik probléma, hogy ugye háború alatt befagyasztották az árakat, ugye az árak befagyasztása azt jelenti, hogy nincsen tekintettel a termék ára a piaci változásokra, mert az állam mesterségesen megrekeszti az árat egy szinten. Ebből fakad, amikor visszaállnak egy normális gazdaságra, a hadigazdaságról, elszabadul az infláció. És ez nem csak a vesztes államokra lesz érvényes, hanem a győztesekre is egyaránt. Na most milyen megoldást találtak ki maguknak a vesztesek? Hát a megoldási ötlet az az volt, hogy majd Németország jóvátételéből finanszírozzák a saját helyreállításokat, illetve nem csak Németország jóvátételéből, hanem a többi veszteséből is. De ugye Németország jóvátételi mértékét már meghatározták, míg a többi vesztesét nem minden esetben. No, ugye a probléma ezzel az egésszel az lesz, hogy ezt nagyon jól kitalálták az antant hatalmak, tehát hogy a német jóvátételből fogják finanszírozni a saját helyreállítási költségeket, csak az a probléma, hogy a német gazdaság szintén ugye elég rossz helyzetben van, hiszen ők is hadviselők voltak 4 éven keresztül, ráadásul még vesztesek is, úgyhogy nem igazán képesek törleszteni ezt a jóvátételt. Úgyhogy emiatt, hogy nem tudják törleszteni a jóvátételt, a franciák egy radikális lépésre szánták el magukat a belgákkal egyetemben, és 1923-ban megszállják a Ruhr vidéket, hogy kikényszerítsék a németektől a jóvátétel fizetésének a folytatását. Viszont a németek erre meg úgy reagálnak, hogy passzív ellenállást kezdeményeznek a megszálló francia csapatokkal szemben, tehát nem működnek együtt, nem fizetnek semmit nekik, és akkor itt kialakul egyfajta patthelyzet. Na most ezt a patthelyzetet hivatott feloldani az 1924-ben megrendezett londoni kongresszus, ami lényegében egy jóvátételi konferencia volt. A konferencia legfőbb célja az volt, hogy megoldást találnak arra a problémára, hogy Németország ki tudja fizetni a jóvátételt, tehát nem az, hogy ki tudja fizetni, hanem hogy tudja fizetni a részleteket, hiszen ha visszaemlékeztek, megbeszéltük, hogy a jóvátételt nem egy összegben kellett egyik vesztesnek sem kifizetnie, hanem részletekben. És ugye később határozták meg, hogy milyen összeget, milyen részletekben fizessenek ki, ezt többször át is ütemezték a későbbiekben, majd a 20-as években. No, tehát erre a problémára hivatott megoldást nyújtani a Dózter, aminek az ábráját a tankönyv 48. oldalán találjátok. Na most nézzük ennek a felépítését. Ugye a célja még egyszer a Dózternek az, hogy Németország fizetőképességét helyreállítsák. Tehát tudja törleszteni a jóvátételt a győztesek felé. Hogyan képzelték mindezt el? Úgyhogy volt ugye egy abszolút győztes államunk, remélem, hogyha eddig nem jutott eszébe senkinek, most már kitalálta, hogy ez az abszolút győztes állam, akiről, vagy amiről az elején beszéltem, hogy a területén egyáltalán nem zajlott háború, valamint, hogy viszonylag későn, ugye 1917-ben lépett be a háborúba, az nem más, mint az Amerikai Egyesült Államok. Na most az Amerikai Egyesült Államok a háború kitörésétől kezdve nyújtott hadikitelt, vagy hadikölcsönt az európai antant hatalmaknak, tehát Nagy-Britanniának és Franciaországnak. Na most Nagy-Britanniának és Franciaországnak ezt a hadikitelt, vagy hadikölcsönt vissza kellett fizetni az Egyesült Államoknak. Hogy gondolták ezt? Hát úgy gondolták, hogy majd a német jóvátételből fogják finanszírozni, de ugye hamar láthattuk már a 20-as évek elején, hogy Németország nem tudja kifizetni ezt a jóvátételt, egész egyszerűen azért, mert olyan hatalmas összeget ítéltek meg nekik, hogy ezt törleszteni sem képesek, ugyanis a hadigazdaságról, a normál gazdaságról visszaállás rengeteg költséget felemészt, és ne felejtsük el azt sem, hogy azért a háború okozott károkat, plusz még ott van ugye a leszerelés, ott van az elcsatolt területek lakossága is, hiszen ugye vannak emberek, akik nem maradnak az elcsatolt területen, hanem hasonlóan Magyarországhoz itt is visszatérnek az a német anyaországba,
Ugye róluk gondoskodni kell, lakhatást kell nekik biztosítani, tehát mindezen okok miatt nem tudják a németek kifizetni a jóvátételt a franciáknak. És akkor a Dószterv azt találja ki, hogy az Egyesült Államok kölcsönt és befektetést fog eszközölni Németországban, tehát egyrészt Németországnak hitelt nyújt, másrészt különböző befektetéseket fognak áttelepíteni, tehát itt gondolni kell vállalati befektetésre, tőkebefektetésre, és akkor ebből a kölcsönből és befektetésből, amit az Egyesült Államok nyújt Németországnak, Németország szépen törleszti a jóvátételt. Jó? Tehát a Dószternek ez a lényege, még egyszer, nagyon-nagyon röviden és vázatosan. Az Egyesült Államok már a háború alatt is hitelt nyújtott Nagy-Britanniának és Franciaországnak, ezt pénzben is nyújtotta, meg hadianyagban is. Ugye ezt a hitelt vissza kellett fizetnie az nyugati antant hatalmaknak, az Egyesült Államoknak, és ők úgy gondolták, hogy ezt a hitelt a német jóvátételből fogják fizetni. De mivel a németek nem tudták kifizetni a jóvátételt, mert egész egyszerűen a gazdaságuk nem volt annyira erős, hogy ilyen összegi jóvátételt ilyen törlesztési feltételek mellett fizessen, éppen ezért ez a terv meghiúsult. Hogy oldották ezt meg? Hogy az Egyesült Államok befektetéseket eszközöl Németországban, valamint kölcsönt ad nekik, ebből Németország fizeti a jóvátétel törlesztő részleteit, és így vissza tudják fizetni a britek is és a franciák is a hadi hitelt az Egyesült Államoknak. Tehát az Egyesült Államok, amellett, hogy nyilván komoly érvágás volt neki, és elég komoly felháborodást váltott ki az, hogy elsüllyesztették a németek a korlátlan tengeralattháború meghirdetése miatt a Lusitania nevű civil hajót, azért is volt fontos nekik, hogy belépjenek az első világháborúba, mert hogyha nem úgy alakult volna a hadiszerencse, ahogy és a britek és a franciák vereséget szenvednek, és elvesztik a világháborút, akkor az Egyesült Államok bebukta a hiteleit is. Tehát ezeket a hiteleket akkor a britek és a franciák soha nem tudták volna visszafizetni nekik. Emiatt az Egyesült Államoknak gazdasági érdeke is volt, hogy győzzenek a britek és a franciák. Jó? Tehát ennyit kell tudni a Dósztervről. A következő lépés a gazdasági élet alakulásában az az 1929-es Jungterv, aminek a lényege az volt, hogy látták, hogy a németek nem tudják ilyen feltételek mellett törleszteni továbbra sem a jóvátételt. Úgyhogy átütemezték a németek jóvátételét, és csökkentették a jóvátétel mértékét is. Ez azt jelentette, hogy ezt a 260 valahány milliárd márkát, amiről beszéltünk a Versailles béke kapcsán, azt lecsökkentették 114 milliárd márkára, és nem 42 alatt nem 42 év alatt kellett kifizetniük, vagy törleszteniük ezt a jóvátételt, hanem egészen 1988-ig kellett volna ezt, ami hát ugye 1929-ben járunk, tehát ez ugye azt jelenti, hogy 59 év alatt. Tehát 59 év alatt kellett volna kifizetni az eredeti jóvátételnek hát kevesebb, mint a felét. Hiszen ugye a 262-ről csökkentették le 114 milliárd márkára ezt az egészet. Jó, tehát ennyit kell tudni a Jungtervről. És akkor a gazdaságnak a jóvátételekkel kapcsolatos részéről ennyit kell tudni. Tehát tudni kell, mi az a Dószterv, mi az a Jungterv, mi volt a lényege. Aztán lezárásképpen még nézzük meg, hogy mi történt gazdasági értelemben, termelési szempontból itt a 20-as évek második felében. A 20-as évek második felére Európa szerte, sőt nem is Európa, hanem világszerte egy gazdasági konjunktúra jellemző, rengeteg gazdasági ágazat fejlődik ebben az időszakban. Ezek a fejlődő ágazatok, amiket kiemelnék most, az egyrészt a villamosipar, ugye ez azt jelenti, hogy az országok elkezdik kiépíteni a villamoshálózatukat. Ha visszaemlékeztek a második ipari forradalomra, ott megbeszéltük, hogy ott a jellemző energiaforrás már az elektromos áram volt, de ugye azért az elektromos hálózatot ki is kellett építeni. Tehát a nagyvárosokban az első világháború alatt már azért volt elektromos áram, de nem mindenhol. Tehát például szegényebb bérházban vagy a szegény negyedekben nem feltétlen volt mindenhol elektromos áram, kisvárosokban, falvakban meg egyáltalán nem, vagy csak elvétve. Most ezt mindenhol kiépítették. Tehát fejlődik a villamosipar, hiszen ugye a megnövekedett elektromos áramigényhez kellenek erőművek, amelyek előállítják az áramot. Aztán ugye a második ipari forradalom egy nagy találmánya volt a robbanó motor, és ez alapján ugye az autóipar is fellendült. Most a 20-as évek az autógyártásnak az igazi fénykora lesz. Elég, ha csak az Egyesült Államokban a legnépszerűbb modellre, Henry Ford T-modellére gondoltok, amit hát
Igaz, hogy az Egyesült Államokban, de az az első népautó, amihez egy egyszerű középosztálybeli ember is kényelmesen hozzá tud férni. Ebben az időszakban kezdek el az autók ellepni az Egyesült Államok városait, de Nyugat-Európában is ez jellemző lesz, hogy egyre másra hoznak létre autógyárakat. Például mondjuk Németországban a Mercedes-t is ekkor tájt, alapvetően korábban alapították, de ekkor tájt lendül fel a német autógyártás is. És ami még föllendül, az szintén a közlekedéshez köthető, ez pedig a repülőgépipar. Most a repülőgépipar azért is lesz nagyon fontos, mert ez több más iparágat is fejleszt, úgy mint például a gumigyártást, a bőrgyártást, az üveggyártást, az üzemanyaggyártást, ugye a petrokémia, a vegyipar. Tehát összességében elmondhatjuk azt, hogy a 20-as évek második felében a repülőgépipar az húzó ágazat. Emlékszünk arra, hogy mit jelent a húzó ágazat? Ezt még az első ipari forradalom kapcsán tanultuk. A húzó ágazat azt jelenti, hogy maga az adott ipari ágazat a megrendeléseivel több más ágazatnak is megrendelést biztosít, és ezáltal, hogy fejlődik az adott ágazat, jelen esetben a repülőgépipar, fejleszti azokat az ipari ágazatokat, vagy gazdasági ágazatokat, amelyeknek megrendelést biztosít, mint ezt itt láthatjátok a felsoroltaknál is. No, van-e valakinek kérdése? Örülök, hogy mindenki mindent ért, akkor ennyit kellene tudni erről a témáról. Itt vége van a diplomácia és a gazdasági helyzetelemzésünknek. A következő órán az olaszországi fasizmus kialakulásáról és általában véve a tekintélyelmi rendszerekről lesz majd szó. De a fő szempont az olasz fasizmus kiépülése lesz. Köszönöm szépen a figyelmet, a legközelebbi viszontlátásra!